Várvölgy község felett a kis Lázhegyen található a Dunántúl legnagyobb kiterjedésű, mintegy 160 hektár területű, késő bronzkori magaslati települése. Lázhegy megnevezést máshol is találunk. Annyit jelent, hogy a fennsíkról az erdőt egykor leírtották és szántóföldként művelték. A Nagy Lászhegy a Balaton felvidék többi tanúhegyéhez hasonlóan a Pliocén keletkezett vulkáni eredetű bazalt tanúhegy, amelynek felszínét döntően agyagos vályog, helyenként löszfoltok és bazaltkő felbukkanások borítják. A plató tengerszint feletti magassága 335-342 méter közötti. Több helyen a peremtől befelé lejt. Így a mélyedésekben a vízzáró agyagon belső tavak keletkeztek. A magaslati településnek természetes védelmet nyújtott a hegy meredek oldana. Csak a déli oldal közepe volt van egy nyereg, amin keresztül viszonylag könnyen volt megközelíthető. Ezt a nyerget a késő bronzkorban feltehetően mesterségesen megmagasították, de egyidejűleg a főbejárat védelmére a ma körülbelül 8,5 méter széles út két oldalán bazalt kövekből sáncot emeltek. Ezek maradványai ma is láthatók. Az épebb keleti sánc még mindig 5 méter magasra emelkedik. Az út felszíne fölé. Ide helyeztem a kódot. Ezek ezik a válvölgyiek köveknek. Az uzsai kőbánya bővítése során a hatalmas őskori telep keleti és északi felében 1950 óta folyik a kőbányászat, melynek során a telepnek körülbelül a felét már lebányázták. Közben gyakran kerültek elő őskori leletek. 2000 után a bánya további területet jelölt ki bányászatra. Ennek megelőzéseként 2003-2006 között Müller Robert vezetésével régészeti ásatás folyt a Plató nyugati részén, ahol a felszínen is jelentkeztek leletek. A kutató árokkal összesen 620 régészeti objektumot tártak fel. A terület keleti szélén 10-15 méter széles sávban hiányoztak a felszíni leletek. Ezért bizonyos, hogy a település részlet északi, nyugati és keleti szélét elérték. A területet délről is egy védőtöltés zárta le. Bár a bányászattal megsemmisített területről csak néhány nagyobb bronztárgy került elő, szinte bizonyos, hogy a meddőréteg letermelése során településeket, település részeket pusztítottak el. A feltárás során óriási mennyiségű leletanyag került elő. A több mint 7 tonnányi kerámia és a csaknem 80 kilónyi bronz döntő többsége jól keltezhető. Ez alapján a települést az urnamezős kultúra fiatalabb szakaszában Krisztus előtt 10 -9. században lakták. A mindennapi élet során a háztartásokban az egyik leggyakoribb tevékenység a gabona őrleményből történő lepésütés, illetve a szövésvonás lehetett. Előbbire az örlőkövek, utóbbira az orsógombak utalnak. A feltárás során 12 tudatosan elrejtett bronz raktár leletet és egy arany kincset is feltártak. A várvölgy nagy Lászhegyen feltárt késő bronzkori magaslati településén bronzfeldolgozást is folytatak. Ezt a feltételezést megerősíti, hogy két raktár lelet tokos kalapácsokat is tartalmazott, amik a bronzkovácsok legfontosabb eszközei lehettek. Az erődített településen bronzfeldolgozással foglalkozó kézművesek is talán kereskedők lakták. A feltárás során egyetlen kutat sem találtak, holott a bronzkorból szép számmal ismerünk deszkával bélelt kutakat. Elképzelhető, hogy a függőleges oldalú mélyebb kerek gödrök egy része ciszternaként működött. A háztetőkről lecsúrgó esővizet gyűjthettek össze bennük. Ettől függetlenül bizonyos, hogy az itt lakók víz szükségletének döntő részét a plató egykori legnagyobb tava a méházító fedezte. Az urnamezős településekre a föld felszínére épített kis család részére készült házak, és száz négyzetmétert is meghaladó alapterületű közösségi épületek voltak a jellemzőek. A feltár területen legalább 65 szölöp lyukat találtak. A Várvölgy, Kislászhegyen a késő bronzkori házak döntő többsége poronna technikával készülhetett.